Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Oni vagyok, és ez itt a Kocka Asztal csatorna. És már be is töltöttem a játékot, ahol legutóbb abban maradtunk, a checkpointnál. És néződtem, egy kicsit arra jutottam, hogy a háttereket bambulva, hogy nem is bug volt, csak én vagyok Pamba. Ez a stop tábla, ez ilyen random eltűnik, meg visszajön. Na de mindegy, menjünk is tovább. Ó, tényleg ezt a táblát láttuk legutóbb. Szóval igen, a csaj karakter, boss, az operás hölgyike, ez igazából, tehát sokkal többet vártam tőle, mindjárt meg fogjátok látni, hogy miért. Mert vele nem szokványos pályán és nem szokványos boss harcot fogunk játszani. Egy kicsit retro. Itt is vagyunk. We're flat as paper. It's like we're in our very own toy theater. No one toys with me. How to play? Igen. Az R-rel mozgunk, L1-jel lövünk. Nagyon király. R2-vel lövünk light shotot. Nagyon jó. Tehát ezen a kis papírvilágon fogunk vele megküzdeni majd. Ami egyrészt poén is egy kicsit ilyen totál más világ, mint a játék többi része. Másrészt viszont ettől a bossztani sokkal többet vártam. Egy jó boss harcot. Na de mindegy. Itt annyi érdekesség van, hogyha figyelitek, akkor lehet fehér gyémántot gyűjteni. Azt hiszem 50-et vagy 60-at lehet a pályán összeszedni. És ha mindent összeszeditek, annyi bónusz kaptok, hogy ad a játék a végén egy vörös gemet is. Hoppá, ez majdnem rám esett. Ó, menjetek innen! Jó, 1, 2, 3. Headshotot meg ilyeneket felejtsünk el, itt csak lőjünk, mint a hülye, és ennyiről szól az egész. Jó, itt van 4 gyémánt. Köszike. Ó, 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 ó. Igen, itt ahogy haldoklik Garcia a ruháját, veszti el, és a végén már ilyen csontváz lesz. Ázaz, fegyver. És nem tudom, hogy ez történszám vagy időkorlát van a fegyveren, de egy bizonyos idő után eltűnik, vagy lövésszám után. És ez az, vissza is kaptam a kis lassú fegyveremet, és ott a barátnénk, az ellenfél, persze nem a csajom. Most ő adja a checkpointot is. Jó, egy gyémánt, kettő, egy flaska, egy light shot. Meg tudnak szivatni ezen a pályán is, ezzel a kis darkness szelmet, ugye előbb azzal kell utána meglőni az ellenfelet, és a kamera nekünk nem fog megállni, hogy mi bénázzunk, tehát ő. Na, ez az, állj bele. Álljatok bele ti is. Na, köszönöm. Nem sietünk. Általában inkább hátra kell húzódni. Mert a pofánkba fogja tolni az ellenfelet, akkor meghalunk. A checkpoint. Ez az. Na. Na, egy kis bonyodalom. Jó. Ó, 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 ne ugorjatok rám! Ó,
Ez az. Tudtam. Nem érdemes sietni, mert megszívott a játék. Na, megvárjuk, amíg az a lift odaér szépen. Ez az. És most. 28, 29, talán fél úton már járunk ezek szerint. Oké. Okay. Aha. Ne szívassatok. Jó, siess. Ez az. Ez sikerült. Ó. Felgyorsult egy kicsit a kamera. Rohadjon meg. Egy kis szív alak. Meg lesz. 50. Akkor 50-et kell összeszedni, nem 60-at. Jó. És akkor most, ha minden igaz, kapnunk kell egy vörös gemet. Csak úgy ajándékba. Ne puszilgass, nekem van barátom. Igaz, hogy egy kicsit halott, de... Na, moonwalkoljál innen. Perfect! Látszik is a térképen, hol lesz a következő kettő. Papírvilág. A harmadikba fogunk ugye megmérkőzni. Choice-ival. Ghost Hunter. Még talán előtte fogjuk legyőzni a kaszást is. Így összegezve a játék amúgy nem rövid, meg vannak benne nagyon jó ötletek, mint ez a papírvilág is, csak sajnos a tartalom és a megvalósítás még mindig az a nagy probléma. To follow her. Well, I think I can keep it up. TMI, Johnson. Look alive. We've got company. No, titeket nem szeretlek. Danger in the stacks, G. These baddies can teleport. Oh, there you are. Hát pedig oda lőttem. Egynek annyi. Higgyünk egyet, egy másikat is. Mert én akkora kesz vagyok. Ott az utcsó. Perfect. Now it's our turn to Dewey decimate them. Come on. Na? That diva bitch is going to lead us straight to Paula. Diva bitch. Hol nyílt ki az ajtó? Why would the hell monkeys bother building a library? Have you forgotten about those storybooks we found? Demons love a well-spun tale every bit as much as humans. So what is your favorite demon story? Oh, that's easy. The Unbreakable Huntress. Futi van.
ezt a részt igen gyorsan szeretném letudni. Ott egy kis lámpion. Ti merre mentek? Már sehova. Ó, ez jó volt. Yippee-ki-yay! Az igen. Ez totál véletlen sikerült. Jön már egy páncélos barát is. Menj innen, te pendeho! Még mindig élsz? Köszi! Csuri jó vagy. Töltény, nem baj, ez most minket nem zavar. Kaptunk itt is, úgyis rengeteg. Hú, Garcia, de te milyen egy kemény gyerek vagy. Csak így berúgod. Itt egy tábla. Ah, here we are. An artist's rendition of the Unbreakable Huntress. Lots of demon hunters have challenged Fleming over the years, and while some of them were legends like you, Garcia, very few of them were women. Well, that makes sense. It takes a lot of grip strength to hold on to a hunter's manly equipment. Don't be sexist, G. The ladies I've known had more than enough grip strength to hold on to my... Do you want to hear this story or not? Oh, by all means. Once upon a time, there was a proud and beautiful demon huntress, the first woman of her profession. Dressed in red and armed to the teeth, she fought her way to the Lord of the Dead's castle. What arrogance! How dare you challenge me! Bellowed the Lord of the Dead. The last thing I expect is a challenge, the huntress answered. I like her already. Hát jó, nem mi vagyunk az elsők, aki Fleming ellen harcolt. Ó, tényleg van gyémántunk. Mondjuk. Legyen damage. Hoppá! Hát ez mi volt és hova esett? Na, egy pici puzzle. I bet she'd be fun in the sack if she weren't so keen on eviscerating us. Just saying. We need to find a way over to the other balcony. Hoppá, why not? I think we could use the light shot to rearrange those shelves and make a bridge. Jó, jó, jó. Tudom. Nézzük csak, hogy is van ez. És ez le tud jönni, meg ez is. Ezt most el tudom küldeni jobbra. Meg ezt el tudom küldeni jobbra. És akkor jó is vagyok? Igen. Na, akkor nyomás a Darknessbe. Ott láttam, hogy adtuk egy pára. Egy. Már is. Kókadj vissza. Ezt mindjárt elolvassuk, ezt a kis falon lévő. Siess. Kösz. Jó, ott van egy gem.
Én vagyok vak, hogy... Aha. Oké. Okay. Most megvan. Gyerünk! Where was I? Ah, yes. The Huntress had insulted the Lord of the Dead, and now his eyes glowed. Some say from rage, others from passion. You are bolder than the other Hunters, he said. But even a woman's pride can be broken. There was a flash of steel and a spray of red as both the Huntress's arms tumbled from her body. She screamed, tears welled up in her eyes. Never had she known such pain. But she would not be deterred and continued walking toward her adversary. With a devilish grin, the Lord of the Dead lopped off the Huntress's legs one at a time. Thwoop! Thwoop! Again she screamed in pain as her torso flopped onto the floor. She could feel his breath as he hovered over her. I could take you right here and now. The fists on her severed arms clenched in resistance. Through her tears, she replied, You might take me, but you will never have me. Baromi jó, hogy mesélnek egyébként. Na, még egy damage, és akkor ezzel meg is vagyunk. Hagytam az utolsót. Na itt. Vigyunk egyet. Most megitta vagy nem? Ja, megitta, jó van. Utálom a Darkness-t. És most nem a videójátékra gondolok. Na, akkor ha már a női Fleming harc utáni meseiről nézzük. Azt hittem, hogy ez is egy mese lesz. Na, szép. Burn them all. Pedig még valahol lesz egy harmadik mese. De még nem itt. Na. Szép. Pusztuljatok. Na, megint jön egy rossz fiú. Téged nem lehet egy lövéssel kinyírni. De. Na, hello, sziasztok. Ki hívott meg téged a partit? Hoppá, majdnem. Ha-ha-ha. De mit csinálsz? Ennyi. Ennyi, köszönöm. Na, még mindig vagytok. Ó, ezt a hasat öleszettem egy kicsit. Ennyit megért. Na jó, végre elfogytatok. De már komolyan elegem van belőletek, amúgy is. Na, nézzük el, mi jó van. Még mielőtt átszaladnék. Semmi? Semmi. Hm. Jó. Pokol 9 köre. Jaj, de imádlak. Meg téged is. Magnifico. More shock jobs. Blow up the pumps. Ha,
játékban. Nem kötelező átválni, oké. És ott van a levegőben. Ne szívassatok. Kösz, William, a checkpointot. Te hol mászol? Nem is komoly. Ah, itt volt egy kecskefej. Tudhattam volna. Aha. És komolyan páncél vagy? Nem baj, ennyit megért. Gyere ide, hol vagy? Hú, de gyűlöllek. Téged is. Téged is. De a gemet azt már inkább jobban szeretem. Hol mászol? Te kis mocsok. Hell monkey. Hiszen ebben a játékban a tározás az utolsó, amit fejleszteni kell, hiszen most komolyan ennyi egy tározás. Ez van értelme? Ó, kis pia. Van már annyi élettöltésem, hogy szerintem egy csomó bénázdék is. Na, még egy tábla. Another painting. What happened to the Huntress? Well, so impressed was the Lord of the Dead that he put her back together and made her his queen. Time and again he killed her, just to take pleasure in her proud refusal to be dead. But they say she's never stopped trying to claw her way back to the world of the living, where she knows she truly belongs. Isn't that a great story? Her courage is what inspired me to seek my own freedom. She sounds like one hell of a woman. Na, megismerhetjük Johnson kedvenc sztoriát is. Most komolyan ez látványvilág amúgy tök jó. Pont ezért is tartottam meg még a játékot mindig a gyűjteményemben, hogy annak ellenére, hogy nincs újra játszhatósági lehetősége. Több függetlenül amúgy élvezhető. És sztoriban, látványvilágon pedig azért nem sok hasonló van. Psychopomp and circumstance. It was her turn to fetch the water, and Maris Grimm was determined to be done with it as soon as possible. Bucket in hand, she made her way down to the well by the wheat field. She and her two elder sisters were all beautiful, but on this windy day, Maris outshone them all. She was in love. Whoosh. The wheat bowed a greeting as the breeze caught it. And a good day to you, Maris giggled, as her nipples responded to the weather and thoughts of her lover. My word, what is this storybook rated? She wound a pail of water to the top of the well, but no sooner had she grabbed the rope than she felt a sharp tug, lost her balance, and went tumbling into the gloom head first. Mother fudge! Mother fudge! Cried Maris. An hour later, the sun sat lower in the sky as two figures approached the well. One was Maris's older sister, Colleen, and she was very concerned. The other was their faithful collie, Ow Ow. Help me! Cried Maris from the bottom of the well. But as Colleen grabbed the rope to pull her sister up, she too was yanked into the darkness below. Well, that sucks. Ow Ow! Go get help, boy! Cried Colleen. Oof! Woofed Ow Ow in response, but because he was a stupid collie, he instead grabbed the loose end of the rope and began to tug valiantly. Crack-a-boom! Boom! Boom! Suddenly,
A freak bolt of lightning lanced down from the sky and hit poor Ow Ow, causing the pooch to explode in a crimson blossom of slippery Ow Ow giblets. Poor, stupid Ow Ow. Stupid is right. My pet was smarter. Shh! Keep breathing. It was well after dark, and Maris and Colleen had all but given up hope when their eldest and wisest sister, Guiltine, arrived on the scene. Where are you, sister? Was all she managed to utter ere she slipped on Ow Ow's unctuous leftovers and fell down, down, down into the wicked well. Plonkety rascal rabbitness. And with that, the sisters Grimm vanished from the world for 7 full years. When they returned, they served a new master who had been smitten by their beauty. Though that beauty faded, his gift to them was theirs forever. The power to end lives as abruptly as fate had ended their own. The end. Oh, I was hoping we'd find out why they all sound like men. Na, letudtuk ezt a könyvet, és ha minden igaz, nincs is több. De lehet, hogy tévedek. És ugye az exákból ez is hiányzik. Nem kellett volna nagyon megerőltetni magukat. Bőven elég lett volna, hogyha beleteszik a szokásos, mint ugye a régebbi címeknél cutscene menü. Visszanézhetsz minden cutscene. You think they will ever write a book about us, Johnson? Honestly, I see you as more of a comic book hero. And anyway, it just so happens I've already been immortalized in prose. Really? What is this book called? Big Flux. Testicles. I am sorry I ask. Szóval igen, cutscene-eket vissza lehessen nézni, esetleg képgaléria, amiket én szeretem, a kezdetleges artworköket, a játékbeli zenék. Ezek szerintem olyan alapok, amikhez nem kell nagy pénzbefektetés, és ebből a játékból is hiányzik, mint a legtöbb mai. Talán ez a tendencia, ami most megy, ez ilyen téren már nem kell, hogy benne legyen. Na mindegy, szóval talán top játékok között is lehetne nálam a hibája ellenére, hogyha lenne benne extra. Így viszont valószínűleg mindenki egyszer, hogyha végig fogja tolni, egy darabig nem fogja elővenni a játékot. Here before I get massage your knee. Fuck! Super. Oh dear, I think the eldest sister Grimm is just a bit angry. We've thinned out her family. Na, én is azt mondom, oh dear. Harcoljunk meg a harmadik és egyben utolsó kaszással. Hoppá! Oh. Nem. Itt... Hoppá! Érdemes gépfegyverre váltani. És mindenre tolni, és sorozni a hasát, mint az állat. Szóval úgyis van annyi élettöltésem, hogy nem foglalkozok vele most. Oké. Menj innen! Titeket meg egyszerűen... Hoppá! Igen, ha jól forgatjuk a lapokat, akkor nem mi nyírjuk ki őket, hanem maga a kaszás. Na. Mit ne? Köz Garcia, hogy megfordulsz. Jó. Váltsunk megint kék színűre.
Jó, szuper. És ahogy látjátok, itt ennél a bossnál nem elég, hogy spawnoló történyekkel van tele pálya, de még egy életbolt is van automata. Hát olyan igazán nagy kihívás nem jelent a játék. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez az. Majd most elintézi a kaszás őket. Mostantól. Haha. Oho. Ne mozog már ennyit. Komolyan nem szeretnéd, hogy szétlőjem a fejed? Jó, én is így gondoltam. Hoppá. Szállj le róla? Szállj le róla. Köszik el, és ennyi. Na, nincs több kaszás, aki szétvágja a fejedet. Now here's a pretty prize. I smell an upgrade. Plug it in, G. Plug it in, G. Ide kitaláltak volna egy-két mondatot a változatosság kedvéért. Na most lett igazán jó fegyver. A Teeth Grinder. Most már fogorvos lett belőle. Adunk is neki egy kis sebzést. Megígyunk egy kicsit. Még egyet. Az. Ja, nulla. Ezzel nem fog lövöldözni egy darabig. Semmi. Semmi, semmi. Hanyadik kört írod? Na. Akkor talán a könyvtárnak lassan a vége fele járok. Eight circle. Na, igen, ez kell. Ó, jó sokat adtál. Megint ez a fogyatékos hal. És azt hiszem, hogy itt ha végig rohanunk. És nem foglalkozok semmivel. És itt eljövünk jobbra, akkor már is itt egy gyémánt. Köszi. Gyakorlatilag itt vagyunk az elején, csak mentünk egy kört, mert ide a hal minket nem fog elvezetni. Na, na. Na, gyere haver. Valami van a karodon.
Motherfucker! Hadd lőjem szét a fejed. Na, hol vagy? Ott megy. Valaki jön a hátam mögött. Hoppá! Jó kis páncélos barát volt. Hol vagy, haver? Itt a komám. Pénisz hal. Szép volt. Fejbe lőttelek? Jó, felemegyünk, úgy látom most meg. Na. Kitaposom a beledet. És most meg kell várnunk, amíg felnyílik az ajtó. Nyilván ez akkor fog megtörténni, az összes ellenfél kipurcan. Mint hogy az szokott lenni az ilyen részekbe. Hol vagy? Hát akár ezt Resident Evil technológiáját is használhatom, hogy kilőm a lábát és kivégzem. Jó, ennél a pofánál ez nem válik. Vagytok még? Pedig eltaláltam. Nekem ennyit megért. Igen, és mégis mi a franciát nem írt tovább, barát? Oké. Egyszemű William toy egyet, köszi. Checkpoint. Jósan shoppingoljunk egyet. Sure hope your girlfriend's more stable than that deranged blonde. Hoppá, most kitelik, hogy 3. Na, már megint mellé haraptál. Legyen ide is egy kis damage. Mi kell, babám? Agy. Igen, gyanúsan ott van az út közepén. Gondolom, hogy ott valami fog történni, mert már nem emlékszek. Semmi, simán felvettem. Nekem így is jó. Ja.
Na, hova megyünk? Most jön a kettes számú papírvilág? Na, akkor... Nintendozzunk. Doesn't this remind you of an old storybook? I don't read fairy tales. But look up ahead. Stay on this fairy's tail and we'll be within shouting distance of the castle. Szemlesik valaki, nem? Aha, tudtam, hogy sunyik vagy te. Oké, hogy meleg van, de azért nem akarom felgyűrni a pólómat ilyen hamar. Hoppá, van a drágomat is, az oknyom sincs. Lehet hamar elvérzek ezen a részen. Menj innen, te mocsok. Nem dőlök be még egyszer annak a tüknek, hogy egyből a gyémántérba vanok. Tudtam én. Van, már hátulról is támadnak. Bye bye. Na? Megszivattok vagy nem? Haha, headshot. 14 vémánt van még csak, hát akkor ez igen. Még felénél se járok. Menj már az útból. És hogy halottat fellógatnak, azért vicces. Miért állok én ilyen szarul életileg? Mégis mire nem figyeltem az előbb? Gyorsan idd meg azt a lőttyöt. Na, na, na. És itt begyorsultak az események. És majdnem kikurcantam, és nem tudom, hogy mitől. Checkpoint! Heavy machine gun! Siess, mert beszorulsz a fához. Már nem tetszik, hogyha előre megy a kamera. Felmerjél menni? Jó. Én leghátul megmaradok itt magamnak. Na, meg fogok halni! Jó. Épp időben. Vége? Nem is volt ez olyan hosszú. Meg is van az 50, kapni fogok egy szép kis vörös gyémántot.
Úgy látszik, én csak ilyen játékokat akarok játszani, amiben gyémántot lehet gyűjteni, mint a Crash, meg ez. Még nyögött egyet. A címe is biztatóan hangzik. Ajaj. Rémlik a hely, rémlik. Itt lesz egy csomó ilyen messziről lövöldözős idióta. Ez a fegyver most nekem nagyon, de nagyon hasznos. Be is mutatom nektek, hogy mit tud. Becélozza, és innentől kezdve lőjetek a kamerára. Csak egy kicsit könnyebb legyen a játék. Boss harcnál ez igen hasznos lesz, ezt most elmondom, megsúgom nektek. Rakjunk a sebzésbe, mert tárhely már elég sok van. Na. Köszönöm szépen. Én vagyok Garcia fucking Hotspur. Na, titeket de gyűlő. Pusztulj. Vagytok? Vannak hát, ott is vannak. Akkor most egy kicsit így. Remélem kinyitvantatok. Hoppá. Ez pont kapóra jön ez a töltény, köszike. Tessék, itt van még egy jó kis bug, ott van a arcomba a gyémánt, és nem jön ide. Jó, nem mintha szükségem lenne rá, de basszus, nehéz szinten azért ez jó lenne. Király. Hello. Na, robbantjunk egy kis falat. Egy falat. Jó pofa ez a falrobbantás is, csak igazából már az ötödiknél már ki van a tököm vele. Jó, hogy többször nem erőltették bele. Ha megint. Gyönyörű volt. Megélsz? Szia. Legalább a történ lejön ide? Persze nem. Oh. Hoppá, honnan jött ez? Jó. Ha azt még követőset lő is. Meg a kis tökömet, az. Na és megint, erről beszélek több. Jó az, hogy felrobbantok egy falat, de nem tudok kisebb átjárót lyukasztani magam. Ez lehet mellé ment.
Hans even like Fleming? You sort of learn to fake it. He's been top demon longer than any of us can remember. A few fanatics even decided to worship him. Ó, egy kicsit megakadt. Kell nekem ezt a halat megvárni. We're practically in Fleming's front yard now. Are you sure we should press on? I'm a Mexican, Johnson. Not a Mexican. Bravo, G. Highly original. Na ezt a részt nem csípem. Nagyon is jól tudom, hogy hol vagyok. Most tűnik fel egy újféle ellenfél. Igazából valaminek neki kell, hogy például beállunk egy ilyen tárgy mögé, akkor feldobja magát. És két lövéssel a shotgunnal szét lehet lőni. Nem, igazából nem okos ellenfél, de legalább ilyen is van. Ott lesz egy plakát, ha jól látom. Aha. Seems a little masochistic, no? Why would demons go out of their way to get their faces burned off? Why do people bungee jump? Same question. Anyway, Fleming forces the demons to attend. He likes the smell of burning flesh. Jó, köszönjük. Ez az, hú, de szépen felment a lépcső. Te mit csinálsz? Ki akar lopni az abszintemet? Jó, itt ennyi volt, úgy látom. Mi van még itt? Itt semmi. Majd ide kell bejutni, igen. Ez még frissen él az emlékezetemben ez a rész. Na jó, ez szuper volt. Én szerintem itt most be is fejezem a videót, és szeretném megköszönni a figyelmeteket. Ha tetszett, akkor nézzétek továbbra is, illetve a következőt várjátok. Ha nem tetszett, akkor is jelezzétek, írjátok meg, lájkoljátok. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, szép estét, sziasztok!